előjáróban, reméljük ez az időjárás ki fog tartani, és mindenki jól fogja magát érezni. Nem lesz szolidó, jó idő lesz, mindenki készült meleg ruhával. Első körben, hogy a párinket nem elegedjen meg, bocsítsuk egyet. A versenyről pár szó. 15 csapat jött el, úgyhogy 15 csapat lesz. A horgász helyszínek innentől ez az egyes állás, egészen a túlpartig fog a páros horgászverseny. Fejenként egy bottal, egy horoggal lehet horgászni. Horog a szakáll nélküli. A versenyről az összkifogott hal az 432,9 kg. Ez közösen érdemük, hogy ez a tapsok megérdemel szerintem. Jöjjön a dobogó, illetve előtte a legnagyobb hal, aki Farkas Tibornak szeretnék gratulálni. 9,4 kg-os amúrt fogott tegnap este éjszaka. Oh!
adom tovább a dobogós helyezéseket, hogy itt fontos megemlíteni a versenyen, én már elmondtam, hogy ugye a Motovakár felajánlásával sikerült vásárlási utalványban részesíteni a versenyzőket. Vissza a dobogóra, a harmadik helyezést írt el, a Kárpa DM csapata 45,4 kg-mal, Vadász Gábor és Miklós Imre. Mondanám, hogy szoros volt a verseny, de az ugye nem igaz annyira, mert a Kárpa DM 45,14 kg-mal lett harmadik. Második helyezést ért el a Halász Team csapata 63,98 kg-mal. Akkor Gábor Sudas nyerte. Mondhatom azt, hogy torony magasan, 86,35 kg kifogott hallal. Gere Gábor és Kubinyi Tamás az RSDK Team csapata. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát, és hát mi van a hétvégéből, talán jobb élni szeretnék mindenkinek kívánni.